Sziasztok, én Renátó vagyok, ez pedig a mától kapható iPhone 16 ultramarin színben. Kibontom és elmondom röviden, hogy mit kell róla tudni. Kezdjünk! Mutatom a kicsomagolást. A szokásos doboz dizájn, a szokásos letépős megoldás nincs műanyag. A kibontást követően egyből a telefonfogad és itt álljunk is meg, ez az ultramarin szín, ez nagyon menő. A récezöldés és a pink színét is láttam élőben, nagyon eltalálták most ezeket a színeket. Nézzük, mi van még, hát nem sok minden, egy szőt USB-C-t, USB-C kábel van még a telefon alatt. Egy szintű, illetve egy kis füzetecske a kezelési útmutatóval, és ennyi. Beállítom, kipróbálom, és jövök. Hát nézzük is meg a dizájnt igazából. Egy igazán észrevehető dolog változott a színeken kívül, az pedig a kamera sziget. Átlós elrendezés helyett most egymás fölött van a két egység. Jobban néz ki szerintem, de így egy kicsit jobban is billeg az asztalon, tok nélkül. Természetesen az anyaghasználat, az összerakottság, az ergonómia az remek, ahogy egy iPhone-tól elvárná az ember. Változott a gomb elrendezés is, a sima 16 is megkapta a programozható műveletgombot a némító kapcsoló helyett, illetve itt van ez az új gomb, ami exponáló gombként is funkcionál. Ez egyébként jól működik, de azért szokni kell a használatát. Indítható vele a kamera, hosszan nyomásra a videó, dupla klikre pedig a kamera beállításai módosíthatók vele. Le. Simogatva lehet váltani a beállítások között, vagy egyébként a zoom is kezelhető így. Azért tényleg szokni kell a használatát, de néhány próba után egészen jól kezelhető. Később ez kap majd egy plusz funkciót is, fókuszálni is lehet majd vele enyhe lenyomásra, majd valamikor az ősz végétől. A kijelző semmit sem változott, pont ugyanaz, mint tavaly. Gyönyörű képet ad, elég fényes is, Ellenben továbbra is 60 Hz, ami gáz. Ha 120 Hz-es telefont használtál előtte, akkor egyszerűen lassúnak fogod látni, viszont hogyha régebbi szintén 60 Hz-es iPhone-ról jössz, akkor viszont semmi sem fog feltűnni, de 2024-ben minimum 4000 forintért a 60 Hz az szerintem már eléggé ciki. Szoftverben vannak újdonságok, de erről majd mesélni fogok egy külön iOS 18-as videóban. Az Apple Intelligence, amiről pedig azt állították a bemutatón, hogy alapjaiban a köré fejlesztették a telefont, az nincs, legalábbis megjelenéskor nem elérhető. Majd egyszer később folyamatosan érkeznek a bemutatóan demózott funkciók. Hát ez a vedd meg a telefont, és majd később befejezzük, megvan róla a véleményem. A motorháztető alatt viszont van változás, 8 GB RAM és A18-as chip ketyek benne, amivel a teljesítmény a benchmark listák legfelső szegletébe repíti a telefont, az előthöz képest lényegesen előrelépett benchmarkok alapján egy jó 30%-ot. Mindent maximum visz, de korábbi is éppen elég erős volt, így érezni nem nagyon fogsz különbséget, max iPhone 14 vagy régebbről érkezve. A részletes tesztben majd megnézem részletesen, de igazából top szint ez a lényeg. A töltés elvileg ugyanolyan lassú lesz idén is, de a vezeték nélküli MagSafe töltővel most már 15 helyett 25 watttal lehet tölteni. Az üzemidő majd a részletes tesztből ki fog derülni. És végül a kamerák. Azon túl, hogy változott a sziget azért történt egy kis apró fejlesztés. Az ultraszéles kapott egy autofókuszt, így most már makrozni is lehet vele. Ez azért elég jó dolog, a fotós képességekben az iPhone-ok -ok mindig is az élmezőnybe tartoztak. Egy-két fotót már lőttem vele, most is remek és természetes a végeredmény, és a makrofotók is erősek. A négyszeres zoommal készült képek sem maradnak el a jobbféle telefotóktól. Videók terén pedig továbbra is az egyik, hogyha nem a legjobb az iPhone. És végül méretek árak. Van kettő méret, a 6,1 és a 6,7 hüvelykes plusz variáns, mindegyik 128 gigás tárhelyjel indul, és 256 vagy 512-es verzió is van belőlük. Az induló ár 400 és 450 ezer forint, a 256-os tárhelyek 50 ezer, az 512 gigásnak pedig 150 ezer forint a felára. Nos, ennyi volt röviden az iPhone 16 hands videó, neki látok a tesznek, és jövő héten majd érkezik a videó, aztán jön az iPhone 16 is, szóval ha érdekelnek ezek, és még nem tetted meg, iratkozz fel, hogy ne maradj le ezekről a tartalmakról sem. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!